Sziasztok! Ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok, akik ma velem vannak. Fitzsor Zoltán, azaz Fifika. És Fifku Krisztián, alias Mujó. Alias Hulk Mujó. Tök hangos vagyok, miről hát beszél. Igen, hogyha eszedbe jut, hogy hangos legyél. Megkaptuk a dorgálást, hogy Hulk vagy, és csak alá tudjuk támasztani. Most végre el is hitted. Vagy fene tudja, hogy elhitted-e. De más is mondta. Nem hittem el, úszom az árral. Azt akartam az elején, csak már nem akartam beleugatni, hogy Párásító Podcast az a rohanó edition, mert megint jönni fognak majd most hozzám. Úgyhogy ahogy csöngetnek, én kaszát, kapát eldobok, addig pedig kokettálunk. Például arról, hogy ezt még az előző adás margójára tenném, hogy volt olyan ismerős, aki észrevételekkel élt a podcast hosszára és az összetételére tekintettel, úgyhogy kíváncsi lennék más véleményére is. Jól kommenteljétek majd meg, hogy jó ez az adáshoz, vagy nem jó, vagy ismeritek a pauz gombot, vagy nem ismeritek, vagy szeretitek egyben végig hallgatni, vagy na, hát úgy összességében a jó lenne most valami visszacsatolást kapni, nem fiúk? Magáról a mostani formátumról. Feedback. Figiri feedback, igen. Én teljesen beleragadtam a Wikipédiába itt közben. Ugye nem még mindig azt az állatot nézed? De igen. Aj, most már tényleg nagyon belterjesek leszünk. Mondd el, hogy mit nézel. Hát ez nagyon érdekes. Charlie felvetette itt adás előtt, hogy mi a bánat az a liger, milyen állat, úgyhogy megolvastam, megosztom veletek. A liger az a hím oroszlán és a nőstény tigris hibridje, és van ennek egy fordítottja is, Tigon néven. Ez olyan, mint a ló meg a szamár? Hasonló módon igen, a Tigon az a hím tigris és a nőstény oroszlánnak a hibridje. Abban különbözik az összvértől mondjuk, hogy ezek képesek tovább szaporodni. Ja, azt hittem, miért az összvér nem? Nem, az összvér nem. Ez így van. Összvér az összvérnek farkasa. Na, hát ma is okosabbak lettünk. Liger és Tigon. És ez a Liger, L-I. Liger, így, Liger. Ahogy... Igen, hát ne, nyomd meg így a gét, mert még valaki félreért, és nem ennel kezdődött a szó. Liger. Hát én azt hittem, hogy ez a líbiai Niger. Nem erre gondoltam? Hát ezt nem hiszem el. Tényleg kirakom most már a 18-ast. Jó van, na, hát nekem ezt a kis sárgák súgták, nem érdekes. Illetve megint... Folytas tovább, kérlek. Megint erőteljesen gondolkoztam, hogy csináljam... Veszem a kertbe egy liger. Befogjátok a pofátokat? Most már... Szóval erőteljesen gondolkoztam, hogy capture-izáljam-e a hangzóanyagot a végén, és akkor bontsuk így bekezdésekre, fejezetekre, hogy ezek a szenzitív hallgatók, akik nem tudnak végighallgatni az adás előtt mondjuk 10 perc ilyen kis tudományos színest, akkor át tudják léptetni egyszerűen, de nem tudom, mert az megint visszalépés lenne az egyik drága szoftverből a másikba, ami régen nem működött, azt most megint elindult, véletlen elindítottam. Ott tök jól tudnék csinálni capture-öket, de ott meg nem működne a podcast mérés, hogy lássuk, hogy ki honnan, aztán mindenki, vagy mindig kézzel kéne azt átirogatnom az XML-be, úgyhogy nem tudom. Krisztián, tudod, hogy egyébként a Charlie miről beszél? Vannak róla sejtéseim, valami olyasmit magyaráz, hogy vannak neki szoftverei, de nem futnak a Mac-en, mert nem indulnak el. Ezt néha a Flogger bandát. Figyelj csak, Krisztián, csináljunk már egy Liger öntőformát. Egy Liger öntőformát? Csináljunk egy Liger drip tippet. Lehetne ilyen gipsz ligereket árulni. Vagy szopogasd a ligerem. Kifesthető gipsz liger. Egyébként nem... Nem a Udacity-t használ, Charlie. De... Mert... Ennyi erővel használ. Várjál, mondjad? Hogy azzal csak előkészíted?
Igen, és akkor utána van egy applikáció, amivel magát az XML-t generálom. Mert jó, azt néztem, hogy az is tudná elvileg az XML-t, és hát tudnék belőle a podcastet csinálni, csak nem ezt az egy podcastet csinálom, és szeretem ezeket így organizálni meg. Megcsalsz minket, szép. Is. Figyeljetek, már bennetek nem vetődött fel ez a gondolat, hogy legyen vasárnap a podcast? Nem. Úgyis minden zárva van. Nem lenne jó ötlet, basszus, hogy Tömén Zsolt ránk rúgja az ajtót. Nem, ja. Nem, mert mi tulajdonosok vagyunk. Miért rúgnál? És akkor nem valaki megkérdeznek, nem akkor küldesz magad helyett a podcastbe. Megkérdeznek, majd úgy lesz, mint a Gabennél, a Tigrisben, az Üvegtigrisben, hogy a szolgáltató iparban dolgozom. Nem jó, mert akkor tényleg behívunk egy vendéget pihenő napon, na akkor az azzal kész. Hogy számolsz el? Egyrészt, másrészt vasárnap áltatoskodásra való semmi. Templomba járásra, lovon például. Mentében. Mentében, igen. Jöttében, mentében. Hát én vennék egy jöttét, hogy árulnák, de nem áruljak. Nélkülöznöm kellett a málnát, képzeljétek el 12 órára. Hát te meg egy aljas, várjál, hogy kéne szépen megfogalmazni, tehát aljas mánával megvesztegető, sötétben bujkáló, apró ajándék osztogató, mi vagy? Király? Király? Ezzel téged is király. Minősítenek, mert a te ajándékod apró volt? Hát az. Sok kicsi sokra megy. Az nem olyan sok. Hát nem olyan sok, öntsd össze. Lényegtelen, tehát ilyen elcseszett. Ez van. Ki vagyunk éhezve a szeretetre, és tudod, hogy egy idő után már hiába vagy jó képű, ugye az már elmúlt, hiába vagy jó az ágyba, az is elmúlt. Vagy pénz, vagy anyagi juttatások, vagy tárgyi juttatások. Mi már a tárgyi juttatásoknál tartunk. Ez van. Mindig büszkén hangoztatjuk, hogy megvesztegethetőek vagyunk. Isten. Igen. Mire jutottunk, likvidér, veszünk barátokat. Hát ez van. Neked hány likvidben van egy barátod? Hát nekem ilyen 3 milligrammos barátaim vannak. Barát tőzsdén kéne játszanunk. Csináljunk már ilyet, barát tőzsde, érted? És akkor van egy likvid árfolyama a barátoknak. Meg... Mondjuk, Fifika, érted, adok egy 18-ast, Mújóér meg csak egy 12-est, vagy így? Málnát? Már milligramba gondoltam, igen, tehát úgy mérnénk a barátság erősséget. Ú, tényleg, ezt nagyon forgatni. Érted? És mondjuk egy mod, az már egy egész csoport barátságát magában tudja foglalni. Ja. Egy VV, ott meg szabályozhatod, tudod, így beállítod. 22. Az sok. Szóval eldöntöttem ma, hogy ma gyümi napot váltok, és most narancs lesz a mai íz, de és gyorsan visszaöntöttem, egy másfél tankot tudtam így elszívni. Úgyhogy visszaadjuk. Hát, elvonási tünetek kemények. Nem jut a szervezetedbe elég málna. Egyszer majd csak lejön a málnáról a Charlie. Tehát én már várom azt a napot. Van az a pénz? Amikor lejön a málna. Sok-sok jó dolgon gondolkoztam egyébként most így átlépve a málna témát. Mert ez egy olyan, hogy ennek sose lenne vége. Hogy mit lehetne még, hogy lehetne még, hogy hogyan lehetne még nagyobb közönséghez eljutni, mert nem hiszitek el, de múlt héten is 2-3 emberbe beleszaladtam, akik megint elpuffantották a de hát ez nem károsabb, mint a hagyományos. De bazd meg, károsabb, azért szívom, hogy előbb megdögöljek. Tehát tényleg nem tudok én már ezekre mit mondani. Viszont vannak olyan emberek, a tesztelők új nemzedéke, így is fogalmazhatunk, aki amellett, hogy
hülyeséget beszél, van gyorsan egy pauzt kéne nyomnom úgy. 15 ezer feliratkozója, megnézik a március 15-én, tehát 10 napja föltett videóját 7000-en. Jó, hogy neki, tehát ő ebbe-abba belekap, ilyen téma, olyan téma, azt tessék. Mi meg próbálunk normálisan beszélni valamiről, amiről megköpködik, hogy unalmas, meg száraz, meg túltudományos, vagy nem az, vagy mi hiányzik belőle, vagy mi nem. Azt ennyi. Meg halk vagyok. Hát jó, mondjuk az tény, tehát a sok korpa között egy igaz szó is befurakodott, de értitek a lényeget. Ez szubjektív, én tökre hallom magam. Ez tökre jó. Tehát, hogy mi, most kezdjek, értem, kezdjek el dilizni, vagy hogy legyen? Hát, ez egy egyébként ez egy nehéz téma. Szerintem, mert ugye az ő nézőközönsége az nem az e-cigarettázók, vagy az e-cigarettát használni akarók táborából kerül ki, hanem neki van egy nézettsége a saját csatornáján. Én megnéztem egyébként más témájú videóit is. Hát nem tudom, szóval érted, egy csomagbontást 10 000-en megnéznek, hát azért az már, na, érted. Nekem ez büdös. Lehet, hogy fizetett nézői vannak. De azt tudod, hogy agorafóbiás? Nem. Az. És ezt honnan tudod, Charlie? Úgyhogy valaki mondta, aki végig bírta nézni a videóját. Én nekifutottam 4-szer, de nem bírtam 5 percnél tovább. Lehet, hogy neki több nézője van, de neked jobb nézőid van. Itt van valami 1200 wattos ego. Na. Az az érdekes egyébként, hogy ugye, ha jól emlékszem, az agorafóbia az valami pánikbetegség. Az emberek között félsz a tömegtől. Tehát a Monknak a testvére az agorafóbiás volt például. Nem mert tömegben, nem mert emberek közé kimenni, a lakásban érezte jó magát, egyébként pánikroham jönne rá. De attól meg nem, hogy 10 000-en nézik meg a YouTube-on. Az más. Nem látod magad előtt materializálódva az embereket. Vagy amikor nézi a monitorán, akkor kitakarja a számokat. Igen. De igen. Egyébként... Odaragadt egy posztitet, ahol megjelenik a statisztika. Egyébként azt vágjátok, hogy akkor, amikor bevezették a számítógépes adatrögzítést az egészségügyben, fú, de rég volt. Én akkor kezdtem el egészségügyi informatikával, tehát én már akkor informatikával foglalkoztam, csak ugye akkor kezdtem el specializálódni az egészségügyre, és az akkori ilyen elme gondozóban szereltük a gépeket föl, és egy hét múlva visszamentünk még, mit tudom is én, a bútepromokat cserélni a kártyákba. És így le voltak takarva a monitorok mindenhol ilyen fehér lepedővel. És akkor kérdeztem ott a csajt, hogy ez miért van. Hát azt mondja, amikor jönnek a betegek, azt mondja, le kell takarni a monitort, mert azt gondolják, hogy figyelik őket. Te durva. És képzeld el, hogy az adatrögzítést nem lehetett az interjú közben csinálni, hanem amikor a beteg kiment, akkor levették róla a fehér lepedőt, és utána rögzítették be az interjút meg a beteg adatokat. Tehát nagyon durva dolgokra képes az emberi elme egyébként. Például olyanra, bocsánat, hogy közbevágtam, például most a gépműhely írt vissza a modnak a tokjával kapcsolatban, és hát ő nincs benne a témában, ő úgy írta nekem, hogy e-szivartok. E-szivartok. Na ezért hát, holnap kap a pofájára. Fiam, ez van, e-szivartunk. Hát ez van. Zseniális, e-szivartok. Majd meglátjátok, egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen kemény dobozos szivartartó, de nem szivar van benne, kedves Krisztián. Nem te vagy a kedves Krisztián.
Igen, mert én... Mert te nem vagy kedves. Krisztián a Krisztián van, csak nem vagy elég kedves. Off, megkérdezte az angol, hogy miért fizetném be kétszer az áfát. Most erre már tényleg nem tudok mit mondani, leírtam neki, hogy egyszer kifizetem neked, egyszer meg itthon. Ezen nincs mit variálni. Mindegy, kis színes. Na. Hát akkor csapjunk bele! Pigiri propilén glikol allergia a házban. Igen, mert egyre többen fordultak hozzám ilyen kérdésekkel, és szerintem ugyan beszéltünk már róla, de közben én kicsit utána jártam a propilén-glikol allergia bizonyos tüneteinek, illetve hogy azzal, hogy én gőzlér vagyok, köszönöm. Beszéljünk már helyesen. Tehát, hogy azzal, hogy én gőzlér vagyok, ezzel milyen kockázatnak teszem ki magam propilén-glikol allergia ügyben, és hát egyrészt van rá vizsgálat. Másrészt propilén-glikol allergia igazából bőrrel, tehát kontakt allergiaként tud igazán jelentkezni. Tehát ahol érintkezik a bőrrel, ott kéne, hogy a bőrrel változás, illetve az allergiás reakció létrejöjjön. Na most mi azért ugye nem annyira szoktuk a talpunkat kenni a likviddel, meg a hónunk alját, illetve a mellünket, és nekem konkrétan mutattak ilyen bőrelváltozásokat, hogy ez szerintük már a propilén-glikol allergia miatti tünet, és hogy azzal, hogy 50-ről 60-asra váltott, szépen múlik. Tehát, hogy 50 PG-ről 60, tehát 50-50-ről 60 VG többletre váltott, az a szépen. 60 VG többletre. VG, ezt mondtam. Hogy nem, 60 PG-t mondta. VG-t mondtam, tehát 60 nem, VG-t. Nem, azt mondtad 60 VG-re, vagy 60 PG-re. De teljesen mindegy, az a lényeg, jó, hogy az a lényeg, VG többletre váltott, hogy ezzel szépen múlik. Hát ugye egyrészt szerintem az 50-50-ről 60-40-re való lépés az azért nem akkora lépés, hogy mondjuk ha valakinek tényleg annyira komoly allergiája van, vagy akár bőrtüneteket is okozhat már maga a gőzlérlét, az jelentősen befolyásolná. Másrészt, ha tényleg, ugye ilyenkor én mindig azt szoktam mondani, hogy hát lehet, hogy az van a dolog mögött, hogy az e-cigarettázásra új mosópor is került a lakásba, vagy másik testápoló, vagy tök mindegy mi. Elsősorban ugye kontaktallergiáról beszélünk, és van rá vizsgálat, amit egyébként akár fizetősként, akár allergológusnál jelentkezve el lehet végeztetni, ami gyakorlatilag egy szimpla allergia vizsgálat, epikután tesznek hívják magát a vizsgálatot. Ha valaki így rákeres a Google-ba, akkor miután nem akarom reklámozni az intézményt, akkor akár fizetős tesztként is meg tudja vásárolni magát a vizsgálatot, ami egyébként nagyon sok anyagra tartalmaz allergia tesztet, nem csak a propilén-glikolra amúgy, tehát mindenféle, ha jól emlékszem, de mindjárt megnézem, mindenféle ilyen oldószerre és egyéb anyagra. És az az érdekes, hogy ebből létezik fogászati teszt is. Tehát ami a szájüregben nézi meg az allergiás reakciókat.
Úgyhogy akinek ilyen gyanúja van, nem olcsó egyébként a vizsgálat, egy 12-14 ezer forint körül van a fizetős, de akinek ilyen allergiája van, az szerintem mindenféleképpen végeztessen egy ilyen allergia tesztet. Az már egy jó kazán ára, ne hülyéskedj. Hát, figyelj, szerintem, ha tényleg ez a probléma, akkor mindenféleképpen megérli. Egyébként ezeket a vizsgálatokat, allergológiai vizsgálatokat egészségpénztárra is el tudod számolni, tehát... Igen, hát hogyha elmész a bőrgyógyászhoz, és elmondod neki, hogy milyen gyanúd van, illetve hát nyilván akkor meg fogja első kézből vizsgálni a tüneteket, akkor ő beküldhet ilyen tesztre. Na, közben megláttam, tehát ez fémek, fogászati tömőanyagok, illatanyagok, kozmetikumok, gyógyszerek, ételadalék, gumik, és ehhez hasonlókra végzél a tesztet. Ugye ezt úgy kell elképzelni egyébként egy ilyen tesztet, hogy vannak ilyen, tehát csinálnak egy sima tesztet, amire vannak ilyen főcsoportok. Tehát külön főcsoportja van a fémeknek, külön főcsoportja van a fogászati tömőanyagoknak, illatanyagoknak, kozmetikumoknak, stb. És hogyha valamelyikre pozitív választ adsz, akkor kibontják azt a csoportot. Tehát akkor a fémek közül elkezdik felsoroltatni a fémeket, és egyesével végignézik a teszt által kimutatható fémeket, illatanyagokat, kozmetikumokat, gyógyszereket. Tehát, hát nem tudom, mikor én utoljára talán egy 2 vagy 3 éve voltam a feleségemmel allergológiai vizsgálaton, és akkor hát úgy volt gyanú, hogy neki mogyoró és ezeknek a testvérei, és akkor elővettek egy szép vaskos füzetet, és ott kibontva volt már, tehát azt mondták, hogy te fémre talán, és akkor ott le volt írva, hogy a fémallergia vizsgálatban mi van benne. Aztán volt fűfavirág pollen, abból volt utána olyan, hogy mit is lakóhely, poratka, és a többi. Charlie, tehát ez amiről te beszélsz, az valóban a végeredményez, de maga a vizsgálatmenete... Nem. Hát tudom, mert én voltam ott. Tehát ő én megkérdezte... Én meg ilyen automatákat illesztem. Hát ez egy dolog, de ez a része engem ilyen szempontból nem érdekel, mert ha én oda mentem, tudom, hogy mit csináltak. Megkérdezték, hogy mire kérjük az allergia vizsgálatot. És azt mondtuk, hogy valószínű ez. És akkor ő megcsinálta ezt a tesztsort, meg a másik tesztsort, meg a harmadik tesztsort. És miután kijött neki, hogy ő allergiás erre, arra, amarra, nem bontották tovább. És nem tudom, hogy ez melyik volt egyébként, a vérvizsgálatos-e, vagy sem? A vérvizsgálatosban van a továbbbontás, amikor, és ugye ott ilyen paneleket, vizsgálati paneleket lehet igen, megkérni. Na, pont ez volt az. Igen, vizsgálati panel volt. Általában egyébként aljas módon az OEP elszámolás miatt egy ilyen panel maximum 20 vizsgálatot tartalmaz, de ez már a szakmai rész. És amikor valamelyikre az automata pozitívot mér, akkor ő még egyszer visszateszi azt az arra pozitív, mondjad már, mert mindig allergént akarok mondani, de ott nem allergén nem érnek, hanem egy ilyen reaktív anyaggal, és utána kibontja magát a panelt. Úgyhogy te már a vizsgálat végén a kibontott, tehát megnézik, hogy mogyoró, és amikor kibontja, akkor végignézi a földi mogyorót, a mit tudom én, fekete mogyorót, nem tudom, pollennél a virágot, a fűfát, a nem tudom én mit. Tehát az a vége, hogy konkrétan megmondják, hogy melyik ilyen kis csoport, amire te allergiás vagy. A bőrteszteknél ugyanezt meg tudják csinálni, csak akkor kétszer kell bemenned, mert azt mondják, hogy fémallergiád van, és akkor már csak fémre
húzzák a csíkot a bőrödre. Ennyi. Na, ezt is jól kibeszéltük. És már mindenki tudja, hogy ez mivel jár. Mint a medvehagymát. Menjünk tovább a China vonalon? Ja, ja, kínaiak hihetetlen érdekes dolgokat tudnak. Az első linkről nem beszéltünk múlt héten. Szerintem ez az OCC-s GTV2 extension, hogy így mondjam, ez mintha... Én erre nem emlékszek, de... Én a voice control-ra emlékszem. Mindegy, elmondjuk azért, akkor megint, hogy tudatosuljon mindenkiben. Biztos, hogy nem volt a voice control. Nem, azt szerintem csak Gavron tette be, hogy ezt is említjük meg, hogy ordibálással. De ez a csinálunk a felújítható készülékünkből egy integrált kazános bazári játékost, ez zseniális lenne, ha nem lenne szar. De szar. Egészen bizarr ez a tudsz. Megveszed azért a felújíthatóst, hogy felújítsd, majd utána esetleg megtekered egy ilyen OCC kazánnal, és jön a csavar, később felújítod az OCC kazánodat. Hát ez az igazi zseniális ebben. De érted, hogy van egy tök jól működő kazánod amúgy, és akkor te, nem, neked az nem tetszik, amiért egyébként annak idején meggyőzted magad, kell nekem egy kazán. Hát ez tök olcsó lehet üzemeltetni. Nem. Veszek bele valami cuccot, amivel tehetek bele betétet. Hát hihetetlen. Komolyan mondom. Kinek az agyába fogad ez meg? Kiváltképp az eredeti GT tulajdonosok most rohanni fog. Igen. Végre egy új integrált fej. Igen, és mégsem néznek úgy, mintha Kenger lenne a kezembe. Mégiscsak másképp ez mind van a eredeti GT. Igaz, hogy egy után gyártott, mit tudom én, ez milyen fej, ami benne van? Csár? Az OCC-re gondolsz? Igen. Mire gondolsz, hogy ez milyen fej? Hát ez a Subom tanknak. Vagy hát ez a Kengerteknek az OCC az. Feje. Kengert. Tehát ez a ligúr, vagy mi a szent szar, amit az állatról beszéltünk, tehát egyik készüléknek a teste, másik Igen. készülék kazánjával. Csof. Tigon. Az. Zseniális. Vannak még ilyen zseniálisak, ahogy látom a linket, mert itt van ez a... Ez egy repülőtéren tök jó lenne, oda tenném a hajtómű mellé, és egyből pirítana 5,3 volton, mert néztétek a negyedik képet, tehát ez nem olyan, hogy kicsit kell hangoskodni, meg nagyon. Hát 5,3 volthoz 90 decibellel kell ordítani. Hát 120 a fájdalom küszöb egy koncerten, vagy egy meccsen van mondjuk 120-130 fölött már erősen meg kell izzadni a B-középnek, hogy olyan hangerőt kitoljanak magukból. Egy amerikai foci meccsen simán lehet fölötte is, de 90 decibellel ordítsak egy fémcső végébe, hogy a buszon mondjuk, abszolút. De Charlie, képzeld el, ezt 3,8 volton van a modod. Mész a repülőre, előtte van, voice control van, neked is. Kirakod így az asztalra, amikor mondják, hogy pakolják ki mindent, megkérdezi vámos, ez mi? Te meg elkezdve szórni, várni. Nem tudom, de robban! És így fölmászik a csík a kezébe. Mondok mást, kimész vele a foci meccsre, és pirít a kazán 5-3-on, lejjebb veszem 3-8-ra. Kéne 10 decibel. Kéne 10 decibel, de neked van 95. Na? Hát nem tud lejjebb venni. Gyerekek, csöndet kérek, lejjebb venném a modomat. Kussoljatok, akkor... mert a kazánom elállítódott. Hát ők. És ahogy sikerül itt ötvözni a feketét, az ezüsttel, az arannyal, a fekete mikrofon. Króm, fekete króm. Az már inkább azt mondanám, hogy gunmetal. Gunmetal. Úgyhogy minor parts made by non-SS. Igen.
Voice Hát control mic egyébként meg mode. a problémádra visszatérve, Charlie, ezért 10 dollárért kapná hozzá egy ilyen decibel sapkát. Igen, igen, igen. 90-ből 20-at csinál, érted? Ráhúzod, ennyi. Ilyenkor tök jó lenne látni az eladási számokat, hogy ebből vajon mennyit vesznek. Vagy... és az a mikrofon tartó hozzá, na? Hát illetve az hát nem is mikrofon tartó, hanem ez a megtámasztani, mert ugye ezt nem tudott talpára állítani, ahogy nézett, tehát a, ez az abszolút evolúciós zsákutca. És azt akarod, hogy ne állítódjon, de akkor a végén egy gyurmába nyomod. Ne szebasszeg! Egyébként a fasztekről jut eszembe. Eljött az a szomorú pillanat, hogy akartam venni magamnak az Atmistic Diverhez alsó középérintkezőt, mert ugye én direkt a réz középérintkezőt vettem tudományosan, és a kerámia csészébe, ahogy benyomtam, ha nem tökéletesen nyomtam bele, akkor hajlamos volt egy picit, olyan puha volt az a rész benne, hogy szétnyomódott. És aztán meg olyan vékony, hogy azzal nem igazán tudsz mit csinálni. Na mondom, rendelek akkor megint görögből, de hát iszonyat posta költség is, és az isteni gondviselés, tehát egy ilyen kis szarér, és valamiért szembe jött velem a Fasteken a Diver V2-nek a klónja, úgyhogy most megnézem mennyiért, 4 dollárért vettem egy Diver klónt azért, hogy legyen egy középérintkező pótlásom, tehát ennél lejjebb nincs. És klón középérintkezővel fogod használni. Ja nem, megvan az eredeti is, csak azt kiveszem belőle, és akkor belerakom ezt, hogy ez mégis SS-ből van, aztán kímélem. Ja. Hát ez van, nem 15-20 euró a posta, basszus. Meg mellé dobok még egy középérintkezőt másfél euróért. Egy vagyom. Ja. Úgyhogy nekem ez volt a, nem tudom miért, beruházásom most a Figiri Fasztekről. Nekem a Fasztekén azt tűnt fel, hogy egyre több a 3D-s nyomtató alkatrész. Igen, igen, és én is kerestem hozzá a hozzávaló nyomtatót. Tatót. Viszont ez az újfajta 3D nyomtató, ezt néztétek, láttátok? Nem, mi az? Nem magából a műanyag húzalból hevítéssel, és utána ugye mozog a 3D asztal fölött, és úgy rakosgatja ki a pöttyöket. Most mondom, a rakosgatja ki, tehát köpködi tele órák alatt a te 3D modelledet, és kurva nagy az üzem költséged is ezzel. Úgy képzeljétek el, hogy van egy tál, amiben van a folyadék, amiből később lesz maga az anyagod. És a tál alján egy ilyen nagyon vékony, a hajszánál is vékonyabb levegő réteg van, ami elválasztja ugye az alsó fűtött felülettől, tehát nem tud hozzá tapadni, és fölülről kezdődik. Hogy marad benne a levegő a folyadék alján? Ott marad, hidd el. Ott marad. És a felső elem az olyan, mint egy oszlopos fúrónak, hogy így föllemozog, és ahhoz van rögzítve az alja, és annyira para, hogy az egész eszköz mondjuk ez a teknő, ez van, vagy mit tudom is, 4 centi magas, és elkezdi fölhúzni belőle a folyadékból, és csak azt látod, hogy ugye ott a levegővel, ahol érintkezik, felületaktív ez a szer, és a levegővel, illetve a reakcióval, ami elindul ott a készülék aljában, ott szilárdul meg, és húzza ki belőle, és mutatják a demo videón is, hogy van egy 3 centi magas edényed megtöltve a folyadékkal, és abból kihúznak egy olyan 8-10 centi magas párizsi Eiffel-tornyot. Fejjel lefele. Én fotót láttam csak. És kurva gyors. Kurva gyors, tehát percek alatt valami 6-7-szeres gyorsításban lejátszották 20 másodperc alatt, ahogy az egészet fölépítette. És nem olyan a felülete, nem az a hiába mondják, hogy a 3D-s, mit tudom is én, milyen mikron felbontással tudsz vele dolgozni, az csak érdes, rücskös, de ennél semmi.
Sima, tükör sima. Rohadt jól nézett ki. Valami baja biztos van, ha ennyire jó. Tuti rengeteg a formaldehidben. Hát de azt te szereted szívni is. Hogyne. Na, fasztek. Fasztek kapitány. Szépségei után. Krisztián. Távoli vidékek. Szóval. Ró, Doki, ha már mondtad a Dörögországot. Dörögországot. A viharok földje, Dörögország. De hát a jó Docking az Egyesült Arab Emirátusokban járt, ahol egy nemzetközi konferenciát tartottak a dohányzás vagy az egészség címszóval, és hát ugye az Egyesült Arab Emirátusokról azt kell tudni, hogy ott kerekperec betiltották kompletten az elektromos cigarettát, és felszólalt Parsalinos Doki ezen a konferencián, arra kérve az illetékeseket, hogy szüntessék be a tiltást, mert a világ statisztikák szerint ugye mindenhol esik vissza a dohányzás, és ezzel szemben az Egyesült Arab Emirátusokban ezzel szembe menve csak nő a dohányosok száma, és ezzel az elektromos cigi betiltással igazából csak a dohányzásnak és a dohánygyáraknak kedveznek. Úgyhogy ott szívhez szólhat a tőle már megszokott érveléssel végigvette, hogy miért is rossz, amit ők csinálnak, mert kíváncsi vagyok, hogy... Emeljük ki, két mondatát emelném ki. Melyik kettőre gondolsz? Dr. Farsalinos mondta, én nem azt mondom, hogy az e-cigaretta 100%-ig biztonságos, ezt nem mondom. Viszont a mérgező vegyi anyagok sokkal alacsonyabb százalékban vannak benne jelen, mint a hagyományos cigarettában. Ez a lényeg. Igen. Ó, de ha már így idézgetünk, nem akartam nagyon idézni belőle, mert tényleg a más kapcsán már elhangzottak, de hogy ez is egészen jó, hogy az elektromos cigaretták forgalmazásának a korlátozása az teljesen egyenértékű a dohánytermékek előnybehozásával. Hát várjuk, reméljük észhez térnek. Megint megnézek egy statisztikát, hogy mit mutat nekem az RSS olvasóm, de folyamatosan. Ez zseniális, ezt nem is láttam még. Az e-cigaretta veszélyesebb, mint a fegyverek? Na, eljutottunk ide is. Oké, köszönöm szépen. Hát ez nagyon jó. DallasNews.com. Gyorsan megkattintom, mert még milyen jók ezek a szenátorok, hogy meg akarnak védeni minket. Pont ott egyébként, ahol ilyen szabad fegyverviselés van, és halomra lőhetik egymást az emberek. Most már ezt nem teszik, tehát vesznek egy e-cigarettát, az népírtás lesz, tehát... Azt mondj, szerintem, vagy elgurult a gyógyszer, vagy ez valami vicc oldal, hogy azt mondja a szenátor, hogy tisztára, mintha vagy nyugaton lennénk Texasban, majdnem olyan veszélyes, mint egy kézi fegyverrel végig sétálni az utcán. Hát azért, ja, majdnem olyan veszélyes. Sőt, majdnem olyan veszélyes, mint egy 2x8 sávos autópályán átsétálni gyalog keresztbe nappal. Hát nem csak nálunk vannak ilyen. Nem, hogy rosszat kaptam csak meg. Következő Szigiri Smoker Store. Ki akarja elmondani? Mert én majd köpködni akarom. Nekem nem sok közön van a GT vonalhoz. Hát a Smoker Store-ban megjelent egy upgrade a Scarabeushoz. Ami a mi véleményünk szerint egyébként azt vetíti előre, hogy a Scarabeusnak lesz újabb verziója. És én nem kitette fel a
Az eredetit már én azt sem tudom, és hogy te. Már hogy amit a Smoker Store írt, igen, azt igen, én igen. találtam, igen. Te tetted fel a párásítóba? Nem oda, nem oda. De látjátok, hogy egó feje van? Mondom én, hogy egó feje van a Skaragóznak. Hát egó feje nem van. Holondult, az nem, de az a gomba, amit te meg van. Tehát a Charlie-nak egyébként villanyóra feje van, de vagy nem, gázóra. Gázóra feje van, de a Charlie-nak van ilyenje. Tehát ő nem csak azt csinál, mint az Andor, hogy küld róla egy kétdimenziós kivonatot, hanem hogy van. Vagy volt a kezébe legalábbis. Azt írják egyébként erre a Pro verzióra, már ugye a Scarabeus Pro-ra, hogy az upgrade 70 euró, osszunk-szorozzunk, 21-2 ezer forint, és amit kap cserébe az ember, az mikroprocesszoros vezérlés, kopásmentes magnetoptikai gomb, 15 másodperces tiltás, de hát gondolom ez valami zsebzár funkció, ez az elektronikus zsebzár, csak kétszer fordította az, aki lefordította, nagy sebességű MOSFET, hőmérséklet érzékelő a MOSFET-hez, alacsony feszültségjelzése 3 volttól 2,6-nál letilt. Hát ez gyakorlatilag az a fura, hogy a mostani verzió is szerintem tök jó, hogy 3 voltig haloványodik, és 3 volt alatt meg nem világít a LED, mindegy. MOSFET elektronikus többletehervédelme, gondolom, hogy ne durranjon el úgy, mint mondjuk a Bélának. Elektronikus és mechanikus fordított polaritás védelem. Az elektronikusra én úgy gondolnám, az szerintem teljesen jó volt, ami eddig volt, hogy rezgett a készülék a mechanikusra, meg akkor volt egy step back, és akkor visszaállnak, hát valami, igen. Visszaállnak azért a button top aksira, és valószínű. Ezt tudnám elképzelni. Szerintem ez 70 euróért borsosna. Egy upgrade-ért tegyük hozzá. Szerintem ez nem jó vonal ez a Smoker Store-nál, és úgy, hogy a készülék meg folyamatosan hiányzik, és nem lehet kapni, és amikor megjegyzi a viszonteladójuk, hogy nincsen és nem tud értékesíteni, akkor ők azt mondják rá, hogy ja kérem, mi nem a tömeggyártásra akarunk ráállni, hanem prémium termék, bazd meg, de ha nem tudom eladni, akkor neked föl fog kopni az állad. Úgyhogy szerintem nem jó irányba megy a Smoker Store ezzel a von. Nekem ne upgrade-elgessék bazd meg fél évente a készülékemet. Tehát, azt gondolom egyébként, hogy lehet, hogy a VV mod upgrade az jól sült el, és azt gondoltak, hogy most akkor a MEA-ról is lerántanak egy ilyen ruhát, de nem tudom. Én szó se tudok jutni igazán, de én még mindig ott vagyok leakadva, hogy egy ekkora böszme nagy elektronika a mehámba, tehát igazából az összes kócerájjal csinálnak belőle egy varivoltos készüléket, a variálhatóságot leszámítva. Ez nekem annyira idegen. Hát azért... perc után Charlie, az izzítás tiltás lesz. Tehát az nem hát, zsebzár funkció. Szerintem... Tehát gyakorlatilag hát egósított. Várj egy picit, állj meg, mindenki megáll, te is elcsendesedsz. Szara hangod, fifika, kicsit olyan zajos, zörgős. Lehet, hogy szara netem. Aha. Én nem tudom, én nem gondolnám, hogy ennyi minden. Most már erre azt mondom én is, hogy ilyen bazári fasságot bele kéne pakolni, ezt tegyék bele az elektronikus készülékbe. Szerintem egyébként azért rakják bele, súgok, szerintem azért rakják bele, mert megvették sokan, és sokan tönkretették, és garanciálisan visszaküldték. Ez is lehet. Összeesküvés elméletnek ez is jó. Szerintem meg ugye akkor tudsz egy céget a felszínen tartani, hogyha mondjuk a két nagy durranás között van egy kicsi. És akkor ez a kis durranás, majd jön a GS2, az lesz megint a nagy durranás,
Aztán nem tudom, hova lehet fejlődni. Azt nem tudom, láttátok egyébként, hogy hogy hívják azt az osztrák kazánt? Az az Csár. igazság, tényleg nagyon rosszul hallunk. Milyen Olyan oftre? osztrák kazán, Ja, olyan hangja osztrák. notifikálnak a teljesen arra asszociáltam, hogy gyerekkoromban, amikor távoli országból kapcsolták tudósítónkat, például Interurbán. Teheránból. Igen. Fika Interurbán Teheránból jelentkezik. Egyébként ez is egy ilyen... Beszélgettetek cipős doboz telefonnal? Igen, konzervdoboz. Egyébként ez is egy tévhit, hogy tehát a nemzetközi hívásoknak mindig jobb a hangminősége, ugyanis azok annyi jelerősítőn és központon, teljesen más központokon keresztül mennek, mint a hagyományos hívások, hogy ilyet nem mondjál, Charlie, mert tegnap előtt beszéltem Kínával. És... Na hát az már a te bajod. És alig értettem valamit. Föl szeretném. Hogy beszéltél velük? Rendesen fölhívtad a hát telefonodról őket? Ki volt az egyik barátom? Nem, 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 ne. Tehát a telefonodról? Telefonomról. Hát ez a baj. Mindenkit szeretnék felszólítani arra, hogy gondolkozzon, mielőtt ilyen butaságokat csinál, töltse föl a Skype egyenlegét, és beszéljen 100 eurókért vezetékes irányban például, amit mondtam neked, hogy az amerikai légitársasággal 20 percig beszéltem, és az egyenlegem semmit nem változott azóta sem, úgyhogy very, very nice. Erre ösztökélnélek téged is. Na, ott tartottam, hogy... Hogy még mindig szar a hangod. Ez nem net hiba lesz, mert permanensen szar. Tehát nem akadozik, hanem tényleg olyan, mintha egy másik mikrofonba beszélnél. Most kikapcsolta a mikrofonját. Nem. Ki a fürdőszobából. De nálam tök jó a jelszín. Hát HD webcam mikrofonján vagyok. Tehát semmi. Most is szar? Igen. Ilyen vödör hangod van. És most? Hát most ez egy ilyen menő, ez egy menő fémvödör. Vagy tudod, az amivel zenélnek a romák, az a kanna. Darth Vader. De azt, hogy osztrák mod, azt azért még lehet érteni. Erkönigin. Az Erkönigin csinált egy mehamodot. Vágjátok? Láttátok nem, már? Nem, én lemaradtam. Keresek gyorsan. Az Erkönigin oldalán van fönt, és az osztrák e-cigarettás barátom elment a nagy sajtóeseményre. Tehát ott volt, amikor az Erkönigin bemutatta a modot, és ott volt 200 darab, és lehetett belőle vásárolni, és fú, és hű, és egy darabot nem adtak el, képzeljétek el. Ez az... Én nem tudom, mire hasonlít. Várjál, nem az, én megpróbálom kimondani, csöndet kérek. Erdron, erre gondol szerintem. Krisztián, látod? Csak a nevét. Nem. Erkönigin, erlkoenigin.com, és fönt van Der Erdron. Tehát ezzel a névvel bukásra van ítélve, baszd meg. Hát... Szerintem azért nem adtak el belőle egy darabot se, senki nem tudta kérni. Kérek egy el... Hagyjuk a picsába, nem kell. Egyébként... De még a rohadt domain nevet se tudom begépelni. Várjál. Várjál. Mi, gépről vagy? Igen, most már jön. Jó, ja, jön. Akkor jó, mert átdobtam volna. Mert ebbe egyébként azt nézem, hogy az a menőség, hogy van az, amire rátekered az Erkönigint. Van az, amibe beletekered az Erkönigint, és van, ami kompletten befogja az Erkönigint, a deluxe verzió. Erdron. Na, mondd ki akkor most te. Erdron. Mondom én, hogy ezek hülyék. Tehát, tudod, úgy voltak vele, hogy magma, meg ilyen uncsi nevek. Tájfun, Kájfun, legyen Erfron! Fú, bassz meg!
Nem normális. Nem, valószínűleg egyébként germán nyelvterületen, ahol tényleg ötösével, hatosával járnak egymásba karolva mással hangzók, ez teljesen normális. Jó, végül is akkor a csehek is bírják a dolgot. Simán lehet. De egyébként a méretét nézed, azért az vagány, hogy alsó talprésztől a drip csúcsáig 148 mm. Fú, hőhe óne erkőnigin, gondolom ez a anélkül, nem tudom mi nélkül annyi. Die Erltron varianten, tehát ez kész van, komolyan, mint egy ilyen ózsdi világítótorony, én nem tudom mi ezt hasonlítani. De formatervezés azért az ott van, tehát a Zeppelin léghajó... Hát ez a nem szép, de cserébe csúnya. Viktoriánus hangulata van a dolognak. Viktoriánusan megkattintom, hogy mi anyád. Azt mondja, 200 euró egy olyan csődarabér, amiben még meg kell venned a használhatatlan kazánját is. Ó, szerelmes Istenem. Szóval... Na jó, várunk a klónjáig. Mert a der, tehát a der Eltron Deluxe-nak van nanováltozata. Hát azt mondom, hogy abból még valami kill, tehát abból az nem ér el a tetejéig az Erlkönig-innek, de most megkattintom a nanónak az adatlapját. Szerintem ott már csak az űrméretben. Nem, 135 mm. Nem. Az is. Tehát ne. Várjál, mert nem csak ezt rosszul nézzük. Tehát... Nem, te nézed rosszul. Én látom, átlátom. Csak a nevénél elvesztem a fonalat. Erthron. Van kazánja, amit úgy hív, hogy nano. És van alá módja, aminek szintén az a neve, hogy nano. Vágod? Tehát hát ez gyakorlatilag semmi más. Hát ha megkattintod az Erlkönigint, az másról se szól, csak mint a Typhoon nanokit mondjuk, hogy rövidebb a középső csinni, meg a palástja kisebb. Tehát az 5-10 bázis meg a teteje, az kop ugyanaz mindegyiknél, megvehetett, hát bődületes 3 milli űrtartalommal. Na mindegy, hát ez a... 123,5 euró, megveszed rá a Eltron nanót. Azt megveszed hozzá mondjuk még 200, 170 ajándék. Az szinte ajándék, igen. De hallod, lenne legalább valami, hogy mondjuk ezt, mondd már. És mindjárt van egy 90-es. Lenne egy... Szerintem, ha valaki vett, az az Andor volt. Nem, még Andor se lehet ilyen hülye. Szóval, ha lenne egy natív csatlakozó, de nem, mert ha megnézed az Erthronnak az elemét, amiben beletekered az Erlkönigint, akkor az 5-10 csati van benne, tehát az csak egy ilyen közvetítő elem, ami átviszi a delejt, és még veszteséget is, ugye, mert az is retkes lesz, meg elkoszolódik, meg a nyelvkénye. Jó. Én bezártam ezt az Erthron nevezető ablakot. Van likvidjük is, de azt már nem is mondtam. És még a weboldalt is elbaszták. Von Earl néven. Von Earl. Olyan dobozban van, hogy én először azt hittem, ez valami ilyen, nem is, arcesz, vagy nem tudom mit. Na, fiúk, pörögjük, okay. mert leszakadok róla. Mert ez sokkal nagyobb hülyeség, mint sem azt én gondoltam elsőre. Az Elthron... De az előző témánál eszembe jutott egy kérdés, amit mindig elfelejtek megkérdezni. Teljesen noob kérdés, hogy ez a fordított polaritás, hogy ez mi a hiszti a fordított polaritással? Hát egy mehánál semmi, de mondjuk majdnem azt mondtam, hogy az Eltron,
de a Scarabeus ugye egy fetes kapcsolóval működik. Annak a fetnek az a tulajdonsága, hogy egyszerűsítek, negatívból pozitívba, így ahogy suhan benne a delej, az úgy kapcsol. Ha megfordítod a polaritást, akkor tulajdonképp, és ha egy kazán van rajta, akkor veszed észre igazán, és azért rezeg, hogy észrevedd, mert akkor a FET az fordított polaritás hatására fixen nyit. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy berakod fordítva az aksidat, és folyamatosan izzít, és hallod, hogy ropog a kazán. Tehát ezért akarták ők szerintem a fordított polaritás elleni védelmet belerakni. Értem, de akkor jól gondoltam, hogy mehába ez teljesen lényegtelen. Na, igen, igen. Abba az lenne, de hát itt a kapcsoló miatt, szerintem a kapcsoló védelme miatt, a FET miatt rakták ezt bele. Hát illetve, ha valaki tényleg olyan hányöveti módon rakja bele, és nem figyel, vagy nem érzékeli már a rezgést, akkor egy idő után leolvasztja a kazánját. Úgyhogy csak ezért. Imho. Ma is okosabb lettem akkor, köszönöm. Én is okosabb leszek nem sokára, mert átnyergelünk filmvilágra, akik nem szeretik tekerni. Krisztián, hol tartasz a Babylon 5-ben? Ő az első évad végénél, tehát ilyen 14 környékén járok. És? Megszeretted már? Abszolút. Olyan jó kis humora van, teljesen zsírt. Az akkor még nem volt humoros szerintem, csak most már így az idők távlatából. Nekem ez ugyanilyen röhögésre késztett mindig, most éppen William Spencer a karibi őrangyalt kellett néznem hétvégén, és a csajok mellig fölhúzott bikini bugyiaitól kapott el a röhögés, hogy 15 éve az még divat volt. És fekete-fehérre pauzoltuk ott a videókazettákat, ha értitek, mire gondolok. Uh-huh. Igen. De nem ilyen szempontból nevetséges, vagy nem, egyáltalán nem nevetséges, hanem a karakterszínészek teljesen jó kis humoros jeleneteket varázsolnak. Tehát tök jó, nagyon szórakoztat. Nagyon jók a karakterek. Rákattantam. Én most egy nem ezzel kapcsolatban, kicsit kitekintő. Hol van ez a kép? Óriási. Az a tipikus demotiváló kép, tudod, alul-fölül szöveg, kipakolva 1000 mod az asztalra. A kép tetején az a címe, hogy kitalálni, mit veszel ma föl, könnyű, alul. Kitalálni, melyik modot vidd el. Ez tipikus. Ezek az igazi nagy kérdések. Melyik modot? Nincs egy szar modom, amit elvigyek. Tudod, megyek síelni, jaj, mi lesz jó majd a hidegben, jaj, vagy megyek a Karib-szigetekre, és hú, mi lesz majd a homokot, melyik bírja? Ez az ünneplős módom, az nem? Ja, az élet nagy kérdései. Na, de én amit meg akartam kérdezni, mert Boris is mondta nekem a 12 majmot. Lehet, hogy én is ráveszem magam. Jó? Én javallani tudom. Teljesen jó. Hát jó, tehát az izét is javallottad a melyik sorozatot hagytam félbe? A Human Targetet. Én nem javallottam, te mondtad, hogy félbe hagytad, én megmondtam, hogy én végignéztem. Mert kemény vagy. Hát, ha már elkezdtem, csímekbe jó. Szóval jó, nem, semmi Human Targetes gagyiság, semmi ilyesmi, abszolút végig pörög, akciódús, kemény, jó, meg van írva, klassz tényleg, és ahogy a csoportban is elhangzott, irgalmatlanul tekergetik a történetszálakat, úgyhogy nagyon, nagyon kis sodró lendületű szórakoztató. Na és mit mondasz a dupla évadzáró előtti Walking Deadről? Erről az utolsóról? Hát évadzáró előtti utolsó. Ja, hát itt nagyon kezd kiborulni a bilibasszus. Én nem tudom, hogy mi van a Rickkel, hogy bekattant vagy sem, illetve, hogy nem tudom most már, hogy mi van a néger csajjal. Mert az utolsó 2 perc, az odavert. Ez az epizód, ez nálam csupa kérdőjeleket hagyott maga után. Még mindig nem tudom, mi a dupla V a halottaknak a fejébe karcolva, és ha megnézted a csajt a fához kötözve, annak is ott volt a homlokán. Bezony.
Nem, szerintem ott a környéken lézeng valamilyen idő, zombi tartó gazda, és annak a jószágai ezek a duplavés cókmókok. Vagy valami egészen durva fordulat lesz, amiről egyáltalán nem is számítunk. Nem, teljesen tűkön ülök az évad záróért. És ez két rész lesz egybe, úgyhogy... Igen, az elmúlt 2-3-4 részben annyira csúcsra járatták a feszültségkelt, és hogy már muszáj valami. Tudod, mi volt még a nagy csavar? Másik sorozat. A Vikings. No. Ó, ott most le vagyok maradva egy. Ó, hát akkor neked itt csak spoilerezni tudok? Igen. Baszki. Hát a csaj az úgy lett ki aniarlosítva, ahogy kell. Nem is ez a lényeg, hanem bazd meg az angol... Ezt legalább értettem. Az angol király az valami olyat húzott a fiával együtt, hogy pff, nagyon durva. Igen. No, várjál, csukjátok be a fületeket 10 másodpercre? Te nem? Hallod? A komplet viking falut, amit oda pateroltak, és hogy mekkora überkirályság, a fia lemészárolta egy az egybe. És utána mindenki iszonyat nagy punishment lesz, és azt hiszed, hogy veled nem számolok el, de veled is elszámolok! Mindenki takarodjon kifele! Kimegy mindenki, ott áll a fia, és ezt kurva jól csináltad. Baszeg, olyat... Hát mondom, ezt nem hiszem el. És akkor leülnek úgy a trónra, mint amikor az előző részben leültek a fú, hogy hívják, mond már ezért a viking főszereplőt? Charlie Hunnam. Hát, igen. A motoros hangja Charlie Hunnam. Hogy tudod, mikor ott ültek, és akkor te is megvesztegethető vagy? Hát én is. Igen. És ugyanúgy ültek ott a fiával, és megbeszélték, hogy milyen jó megcsinálták most ezt, hogy le van hentelve az, akit le kellett. Úgyhogy nem tudom, mi lesz ezzel, és most megkattant, hogy irány Párizs, már hogy a vikingek irány Párizs, vegyük be azt is. Úgyhogy elő fogom venni a történelemkönyvet, hogy erről mit írnak, de nem emlékszem rá, hogy Párizs... Ezt akartam mondani, hogy igen, a történelem nyomán azt tudjuk, hogy ez erre nem kerül sor. Igen. Illetve ez nem úgy került be a történelemkönyvek, hogy ez egy sikeres viking hódítás volt, úgyhogy ott is kezdődnek bonyolódni a szálak, meg szerintem a Ingrid, vagy hogy az anyában, Ingstad, vagy nem tudom, hogy hívják már a feleségét, sose tudtam, aki nekem sose volt szimpatikus, az meg valami... Izével az Odinnal kavar, mert az Odin második, szóval, és beugrott nekem egyből Boris, mert hogy ezzel a vándorral egyébként a halfüstölőben dugtak, és mondta is, hogy smells like fish. Úgyhogy egyből beugrott Boris, és mondta, hogy nem tudja, hogy a nőnek volt halszaga, vagy a halnak volt nőszaga. Úgyhogy... Még jó, hogy nem egy sajtérlelőben voltak. Úgyhogy megint... De nem baj, hogy ennek most vége lesz, vagy sorozatzáró lesz most a Walking Deadből is, mert aztán megjön a Last Ship, átveszi a stafétát, irányos. Megkezdődött a Ed Road a héten. Az is. Minden van. Mint a búcsúban. Kezdődik nem sokára a Daredevil. Lesz Daredevil sorozat? Bizony, április elején kezdődik Marvel's Daredevil. Hát én úgy vagyok vele, hogy... Én még a mozifilmre emlékszem. Ami nem DC pedig... Comics, annak azért több esélyt adok. Szerintem jobban eltalálják. Az jó régen volt pedig. Nagyon, az szinte az első földolgozások között volt egyébként, és nem volt rossz. Már Daredevil a fene gyerek? Igen. Ja. Tudjátok, mi jutott eszembe? Ma is olvastam a Leszokik az Indexet. És hogy ő már így 100 nap után kimeri jelenteni, hogy sikeres a projekt. Ó, fiam, várj ki a 300-at. Naív. This is
Sparta! Mert hogy ő egyébként attól félt, hogyha a kocsmán vagy a haverokkal, de végül is a sör tök jól eltompította, meg vitt szotyit, meg dobozos sörrel megy a kocsmába, hogyha a haverok megállítják kint, mikor oda megy, akkor ő már ott föl tudja pattintani, és hát mondom, zseniális. Túl biztosítja magát. De szerintem inkább vágd le bazd meg az ujjaidat, és akkor tuti, hogy nem fogsz rágyújtani kézzel. Hát szalad a szekér itt a dohányzás leszoktatása környékén. A 444-en volt egy érdekes cikk a Nemzeti Dohányzás Leszokás Támogató Pont a tüdőgondozónál. Nem is a cikken akadtam ki, hanem a cikkben van egy link, hogy ezt a szórólapot, tehát ha akinek ettől megjött a kedve a leszokás, az ezt a szórólapot tanulmányozhatja. Láttam, most láttam. És a szórólapon, tehát azt nézd meg, hogy a szórólapon van egy kép, smoking, igen, or no smoking. És a smoking pingvin az egy vidám, fölöltözött smokingos pingvin. A no smoking meg egy alsó gatyás. Van ennél lejjebb. Inges, szomorú, ilyen riadt tekintetű pingvin. Szerintem ez a kép így, ahogy van, célt tévesztett. Krisztián, Krisztián, egyébként azt nézd már meg ezt a szórólapot, hogy, és akkor nézzük meg ilyen webdesigner, vagy UI experience szemmel, bazd meg, amit tíz éve mit mondtak? Ne csinálj weboldalt, ami, tudod, megcsináltad Word-be, vagy mi a picsába. Sárga háttér, fekete betű. Kipipálva. A vonalak... Ezt nem értitek, ezt nem értitek. Ez a szórólap, ez egy kísérlet volt arra, hogy nyomtatásban A5-ben vissza tudják-e adni 100%-ig a Szív TV hangulatát. És szerintem tökéletesen sikerült. Ez egy unortodox szórólap, baszki. De nézd meg, a középső pirostól balra-jobbra a két fehér csík. Tehát nehogy olyan hibába essünk, hogy a két fehér csík ugyanannyi pixel széles. Nézd meg ott a no smokingnál. Nincs vonalban a fölötte levő zöld doboz a no smokingos képe. Hát gondolom, ekkora kép volt, az odaig már nem terjedt a tudomány, hogy az pixel pontosan kihúzzuk. Mert egyébként raszteros a szöveg is. Sárga, barna, klárikát, zöld. Klárika. Leültették a paint mellé. Nem. Klárika, megjött már a grafikus gyerek, elküldte már neki. Hát a grafikust, tudja, létszámleépítés volt, ki kellett, hogy rúgjuk, le kellett építeni. Jó, Klárika, semmi gond, ott a Word, írja be, csinálja meg, itt a kép, most találtam interneten, bassza be alája, tegye oda, hogy NFÜ, meg új Széchenyi terv, az jó van. De keressen még valahonnan egy olyan sarga csillagos kékizés, EU-s zászlót, az bassza oda alája. Na körülbelül így nézni. Borzasztó. Egészen elképesztő. Fuck yeah! A még elképesztő meg felborítóbb, hogyha megnézed azokat a számokat, hogy mondjuk tényleg a leszoktató pontra maga az az egy mennyi, nem emlékszem a számra, és most nincs itt előttem, de valamilyen 60-80 milliós tétel volt, az, hogy oda basszanak egy rogyant papírdobozt, amire ráírják, hogy hagyd meg az adataidat. Várjál, valami elkerült a figyelmedet. A rogyant papírdoboz, mellette ez egy A4-es cetliből fölvagdosott, mert kettő ugyanolyat nem látsz a dobozban. És mivel írod rá? Nézd meg ott a jobb alsó sarokba, mi lóg le? Zsinegről. Nincs te bolond. Zsinegről. Tudod, hogy ne lopják el a toll. Rákötve, bazd meg. A dobozra rá. Zseniális. Dohányzás leszoktatás támogató program. Hagyja meg nevét és elérhetőségét, cetlin. Véletlen se rakunk ki egy tablet. Ne rakjunk ki tabletet. Figyelj, komolyan mondom, a Blahalújza téren egy-két koldus kezében sokkal külön dobozok vannak. Az biztos is? Stuttgart, tehát ez, ahogy kinéz meg, ahogy össze van rakva, és egyszerűen fölháborító. Várjál, Fifika, előtted van? Persze. Figyelj, nézd már meg, ott a bedobó nyílás alatt nem egy pénisz van rajzolva? Hát rohadjak meg. Az oldalnézetből egy pénisz. Várjál, bekattintom nagyba.
Nem tudom, mi az. De ez ilyen Celluxon összeragasztgatott valami, valami borzadály. Oh. Hát valaki lehet, hogy rajzolt oda valamit, és utána még... Gyanús, Charlie. Gyanús. Gyanús. 19 és ráragasztva az Axi Sandoz Kurom Duo, nem tudom én milyen tablettának a doboza, és közben gondolom, hogy ilyen félre sikerült nyomtatványok fölvágva benne, mert ha megnézed, akkor látod, hogy annak a hátulján persze, valami persze, képelés persze, de van. Ha megfigyeled, akkor itt szoros, firkapapír. Szoros szimbiózisban vannak, ugyanis be van tűzve a széle az urnagyűjtő doboznak az oldalába, tehát ez egy ilyen... És egy madzagon lóg a toll. Ezt mondtam. Tehát ez egy ilyen nagyon komplex kis dolog, tehát nem az ez van, hogy hozd a cetlit, meg a dobo, vagy az urnát, bocsánat, szerintem alulról a pertli az oda van ragasztva, és a doboz ugye egységet képez egymással, tehát így egy kézzel bedobod. És azt vágod, hogy egyben nem bírták leírni azt, hogy dohányzást, mert a zás alatt javító festékkel látva. Nem, ezt tudod mit? Dohány. Lehet, hogy azt hittek, hogy dohányozás. Nem tudom. De hosszabb volt az eredeti, az látszik. Ott két ékezet lehet, de nem tudom, hogy mi a túró, az gyönyörű. Hihetetlen. Tehát ezt a profizmust mi szerintem sose fogjuk. Dohányzás leszoktatást támogató program. Ez egy program, bazd meg. Hagyja meg nevét és elérhetőségét. És a tollat természetesen dobozon próbálgatták. És a Cellux is milyen célirányosan van, minden irányból, mindenféleképpen ragasztva. Hát az zseniális. Nem, ez szerintem ami volt egyébként az orvosi rendelőben, mert ha megnézed a üres cetlik sarkánál, jobb alsó sarkánál, meg tudod, az a leukoplaszt van, ami az a papír alapú akármicsoda. Igen. Hát az a már ki 10 centit a ranka? Hát ez csak már alig több, mint másfél millió forintba került ez a dolog. Hát azért, Krisztián, van figyel, ott egy hogy asztal. Plusz a szó róla. Figyeld, hogy ezekben a csábító, leszoktató pontokban mi kerül majdnem 20 millió forintba, nem teljesen világos, viszont a pont nevét biztos, hogy nem így kell helyesen írni. Óriási. Ez kész. Az, valamelyikötök jól mondta. Édes Istenem. Azt csináljuk, hogy jaja, várja, nekem hamarosan jön a vendég. Gyorsan pörgessük fel a kedvenc kommandós topikunkat, és szemezgessünk onnan. Hát ez bottom turbine coil. Félek, hogy bejön majd az is, amit a Rip viccelgetett ezzel a turbin alapátos hülyeséggel. Na, mik vannak itt? Hú, van itt minden, tehát gyerekek, tehát ezt a nepperezést, ezt tényleg abba kéne már hagyni, mert ez már borzalom. Gondoltad volna? Én megnéztem a gondoltad volna oldalt egyébként. Tehát ez, ja, ez az egereken végzett kutatások? Egereken végzett kutatások szerint az e-cigaretta használata szintén kimondottan káros a tüdő számára, és növeli az esélyt a baktériumok és a vírusok által okozott fertőzésekre. Mi ezt már egyszer megtrollkodtuk magát szerintem a kiinduló hírforrást annak idején. Várjál, azt tegyük hozzá, hogy annak idején körülbelül egy fél éve. Igen. És hát ezt most már lát egyértelmű, hogy ez valami vírus információ, ami ilyen mindenféle dologként terjed a neten. Igen, mint a lánclevelek, olyanok ezek. A lánclevelek, igen. Zseniális. Lehet megköveztek, de nekem tetszik a kék lötyi. És van zöld is. Persze, Tesco ételfesték. Húzd ki magad. Ülj le, egészségedre. Fiam. Ülj le, fiam, egyes.
azt mondja, hogy Rackó Attilának száraz a bőre, de ez nem téma. Használjon vazelint. No, még valamit. Ha sorba kötsz két darab 40 amper akut, akkor nő az áram korlát? Ezt szerettem volna tőled, mint szakértőtől megkérdezni én is. Édes Istenem. Tarhameister írta, ha jól emlékszem. De... Te mindenáron meg akarsz halni? Dehogy, csak kérdezem, hogy nő vagy nem nő. Haverral veszekedek, XD, tudod, XD, azt mondja nő, én meg, hogy nem. Hát te én nem meg azt mondom, hogy férfi, de nem érdekes. Be kell nézni a lábak. Ez jó volt, Gavron. Álljunk már neki jelentgetni, hogy fék az adatlapja. Erre írtam azt, hogy én a múltkor sorba kötöttem Paksot Kujbisevvel. Na, az már valami. Bár nem nőtt az áram, mert volt ott egy korlát, nem baj, legközelebb azt is kifűrészeljük. Meg ott a Clued Chaser, aki kinéz, hogy muter bejön a szobába, mert akkor fújok egy pamacsot, de egyébként egóval nagyobbat lehet durrantani. Gavronnak az új találmánya a sekspulni, éppen azt néztem. Így szoláriumozás után sem marad fehér a kipufogó. Hát ez... Jaj. Hát itt van itt Vamó, van itt... Hát ez már megint a Keszthelyi. K.M. Gábor. Valahonnan... Tudod, volt egy piszkos dripje, és most már ott tart a cserébe, hogy van neki egy V-mod XL, meg egy Vamo, meg mit tudom is én milyen, mert valamit jól csinál. Amin én egy kicsit azért így fölhúztam magam, ez a fajta gondolkodásmenet. Az összes magyar webshop Kínából rendel, ráadásul a Fasteknél jóval olcsóbb helyről, Alibaba. Te ezt honnan tudod? Mégsem fikázza őket senki, pedig brutál árréssel dolgoznak. Na ez vajon miért van? Az is kész. Ezt tehát már olyan sokszor megkötöttük. Én komolyan mondom, az ilyet kényszeríteném arra, hogy Kínából vásároljon, jelentsen be mindent, jelentsen le mindent, adózzon és éljen meg belőle, aztán visszamennék hozzá, azt megkérdezném, hogy akkor mennyire brutális az az ár, és amire te gondoltál. És mondjuk a nyakába eresztenék két-három olyan embert, aki tőle vásárolt, és szart adott el neki. Vagy nem, de folyamatosan fikázzák a termékeit. Szóval egyszerűen... Elmebeteg az, ahogy gondolkoznak. Azért, mert a Fasteken, egyébként a Fasteken és az Alibabán, ha valaki összehasonlítgatja az árakat, akkor brutálisan kicsi a különbség. Igen. És egyrészt ott is, tehát megnézed, bocsánat, hogy közbe kell fizetned, Vámot, áfát, és még kell, hogy legyen valami árésed, és miközben fizetsz mindenféle terhet. Igen. És a mindenféle teher, csak szólok az ilyen, hát nem is tudom, kis népművészeti víztartó edényeknek, csak szólok, hogy a közteher, amit kifizetsz egyébként a vállalkozásodban, az nem kevés. Tehát az nem úgy van, hogy én abból élek meg, hogy szombat-vasárnap záró vagyok. Én egy picit elnémítom magam. Hát, meg az ár is, tehát az ár és haszon sem egyenlő egymáshoz. Lehet, hogy van ár is azon a terméken, de annak 60%-a megy be a nagy közösbe. Jó, hogyha a 40%-a megmarad, és ott már. Nem, de akik ilyeneket írnak, teljesen abszolút teljesen abszolút az ügyben, hogy céget üzemeltetni ma Magyarországon milyen extra terhekkel jár. Azt látják, hogy $2 a szekben, és nem értik, hogy lesz abból, nem. 2,1 dollár mire ideér. Hát egyrészt, másrészt ugye, hogyha te egy normális webshop vagy, és hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar webshopok túlnyomó többség azért ezt a hozzáállást képviseli, ha te egy normális webshop vagy, akkor vásárlói garanciát azonnal cserélsz,
De ha offline bolt vagy akkor is, mert ugye oda meg be tud menni, hogy bármikor panaszkodni, meg tud neki mutatni, hogy mi merre, hány méter, fizetsz bérleti díjat a boltért, ugye, hogyha nem lottón nyerted, kifizeted az egészségügyi hozzájárulásaidat, az áfát befizeted. Tehát senki ne gondolja már azt, hogy ezek ilyen nem is tud, ezeket nem kell fizetni, meg hogy a webshopok a fasztekről rendelnek, és egyesével ingyen postával jön be nekik a cucc. Tehát én nem tudom, hol élnek ezek az emberek, olyan mondom. Ezt megköpködjük jövő héten? Mert nekem el kéne most szakadnom a géptől. Meg, folytathatjuk egyébként, okay, szerintem okay. Ez a kimeríthetetlen témák tárháza. Minden folytatjuk. Jó, oké. Adás cím, mi legyen? 57-nél járunk. Hát nem tudom, én már komolyan mondom olyan, mintha egyes emberek ilyen teljesen másik világban élnének. Várjál, hogy hívták azt a izét? Kevin Spacey. Volt annak a Capex külön bolygó. Legyen akkor az, aki végén katatón állapotba zuhant. Igen. Nem igen. Sok elment. Igen, de a teste itt maradt. Itt vannak ilyen emberek, akik úgy járkálnak közöttünk, mint hogyha ők is így elment volna a lelkük, és csak a testük lenne itt. Jó, akkor az legyen a címe, hogy Capex a külön bolygó? Igen. Okay, fiúk, örülök, hogy itt voltatok ma velünk, velem, mindannyiunkkal. Sziasztok. Egy élmény volt, sziasztok. Köszi, sziasztok.